Sziasztok, kedves nézők! Sziasztok újra! Itt Nick Fly és a Sky Global Társaság ma este. Az útvonalunk a mai estén az Ljubljana és Budapest reptér között fog lezajlani. Mindkettő reptér egy csodálatos reptér és egy csodálatos Boeing 737-300-os klasszik fog minket elkísérni, vagyis elvinni a célreptérhez. Természetesen párhuzamosan a Sky Global Társaság fogja fenntartani hangulatunkat és útunkat. Még egyszer megkérném szépen, aki nézi a mai streamet, írja le, hogy lehet írjon röviden, amint hogy mennyire hallható, látható vagy így is, akkor tudjunk továbbra folytatni a szép kis streamünket. Tehát mindenkinek még egyszer szép jó estét, és kezdjünk neki akkor lassan. Hamarosan beköszönünk a Sky Global Társasághoz, és... Sziasztok srácok, jó estét! Jó estét! Hello! Na mi újság felétek? Gyerekek, nem fáj vele fönköt, hogy jól is van. Szia, Laci, meg! Ha van is, srácok? Laci nem szól egy szót se, csak néz, és akit kiszemelt, annak annyi. Mit jó, megy be a stream? Igen, sziasztok. Hallan engem normálisan? Igen, hallan életem. Köszi. Az a lényeg, Somon bácsi, a streamnek az első 5 percén. Ja, igen, igen. Hát igazából voltak némi gondok, a YouTube egy picit megváltoztatta a dolgokat, ezért volt egy kicsi gond, de most már helyreállt, úgyhogy most már kész. Nem, az előző streamnek az első 5 percén, Somon bácsi, hogy mi van? Bocsánat, nem értettem. Amikor megdicsért a Soma bácsi, arról van szó. Ja, hogy megcsicsért, hát ez is ritkán fordul elő. Csak az ő sajátságos módján, de azért az rendben. Igen, tehát ez olyan dicséret volt, amit nem teszel zsebbe. Ja, igen. Hát igen, Soma tudja. Ért hozzá a Soma. Meg kell néznem. Ja, köszönöm szépen. Mert ugye ezek a beszélgetések nem feltétlenül emelik a streamnek a színvonalát. Nem baj, nem azért. Azért kérdeztem. Nem baj. Azonnal inkább. Figyelj, nem azért csináljuk az egészet, hogy valakinek mondjuk emeljen, vagy mit tudom én, mit csináljon. Tehát azért csináljuk az egészet, hogy ha valakit érdekel, majd azután, aki nem tud részt venni, az meg tudja majd nézni. Tehát igazából ez a... És aki tud belőle tanulni, nem csak rosszat, hanem jót, akkor tanuljon vele. Na, a Somának már a tuskója, hallom, működik. Hát igen. Ó, és akkor én most... Ja, hogy nem kell nyomni a gombot, én meg mindig nyomogatom. Nem kell nyomni semmit, Soma, magától megy az minden. Tuskó, ez egy olyan gép, hogy magától működik. De egyébként, ha nagyon őszinték akarunk lenni, akkor a Mityu valóban köznevelési szándékkal készíti a streamet. Így van, természetesen, csak így van. Így nos, van, ezért javasolnám Soma, hogy térj át a push-to-talk verzióra. Így van. Nos,
kedves barátaim, akkor kezdjük el az egész indítást. Nem ide való. Nem volt a probléma, hanem szegény Mityu félpercesen volt. Úgyhogy természetesen hagyjuk a Sky Global csapatunkat tovább beszélni, mert azért vagyunk itt, hogy közösen dumáljunk. Kezdjük el a gép indítását, mert mivel az is nekünk természetesen fontos, mert akkor még egy órán keresztül is itt fogunk állni. Tehát induljunk neki. Tehát első, amit az elemek, felkapcsoltuk az elemeket. Még nem, mert most még itt. Ezt leveszem, visszaveszem a hangokat. Oké. Tehát van áramunk. Az elemektől. Tehát a ground power-t. És beindítjuk. Tehát látjuk, hogy itt van. Igen. Itt van a trap, tehát az utolsók szállnak fölfelé. Minden helyes. Kaptunk három forrást. Beindítjuk. Oké, Zozo, megteszem. Oké, és... Nem igazából csak egy nyel, az a másfél milliós befektetésről fog most. Ez is elindult. Tehát köszi, látjuk, már nem már érdekel. Kaptunk... Ennyi. Már kaptunk áramot. Bocsi, folytatjuk. Csabi, semmi van. A következő, amit természetesen kell az utunkhoz. Ez a navigáció. Jó napot, Laci. Hello. Azt kaptuk, hogy 7 perc múlva körülbelül kapjuk meg a koordinátákat, hogy hol is állunk. Párhuzamosan természetesen ja, az FMC-ben. Ja, már értem egyébként, közben lassan leesik, hogy akkor ehhez kell az position a 130-től beérjük, hogy hol vagyunk. Ljubljana. Lima, Juliet, Lima, Juliet, ó, bocsánat, Lima, Juliet, Lima, Juliet, nem. Ez a Zikao kódja. Nem, csak le kell szedni az összes plugint, majdnem az összes plugint, és a beállításnál figyelni kell arra, hogy jobb oldalon, a grafika beállításnál, a processzorra gyúrnak az összes beállítások bal oldalon a grafikus kártyába. Attól függ, hogy mi az erősebb. Tehát bemásoljuk a koordinátákat ennek a viszont, hogyha ide. Ha a Ryzen processzorod van, akkor el lehet felejteni az XP-n teljesen, mert ez teljesen Intel processzorra jött. Ljubljana, az Origin. Egy ilyen 6 kor után már nem csinál semmit, bele menne multi-threading, multi-task azon a szinten, de azon kívül azért jó, szóval nem kell más semmiért elkölteni, csak le kell butítani. Következő, amit tennünk kell természetesen, hát igen, örülök, már meg kellett volna tennünk az a tankolást. Ezt itt előhozzuk Ground Service. Körülbelül a Team Brief szerint ki van számolva, hogy körülbelül 6 tonna, na vegyünk minden esetre 6 is felett. Minden esetre nem tudjuk, hogy mi vár rá. Amit csak addig szabad tartani, amíg megcsinálja a dolgát. Nem tudom, hogy kicsinálhatom, hogy mindjárt után nézek. Már ott is van nálunk. Ami segíteni kell optimizálni a beállításokat. Jó! Ez megvan, áram van, jó, ez minden oké. Megnézzük, hogy hanyas pályára fogunk indulni. Hú, elég ködös az idő, nem baj. Ugye felcsatlakozok online-ba, hogy lássam a kedves Sky Global tagjaimat is. Tehát, Ivón repülünk ma. Igen, hát most felcsatlakoztunk. Állítólag most hamarosan a társaimat kell, hogy lássam ezek után. Egyelőre nem látok senkit. Te mindjárt. Ah, itt is. Nem? Vagy? Igen. Igen, itt is vannak. Itt van ez a csodálatos kuskó is. Ez az azt jelenti, hogy ez valaki ott traktorozik. De itt vannak a társai. Itt van a Tupole, itt a Soma. Itt a többiek. Igazad van, hogy a M2 negyedik generációs nem lehet semmivel. Oké, akkor folytatjuk a mai előkészülésünket. Kérdés. Jó. Már nem ezzel kapcsolatban, már itt még egyelőre nem
javtamper on, hanem valamelyik tehát a megszokott szerint, tehát a panelek, tehát hogyha az overheadre nézünk, akkor mindig úgy kezeljük őket, hogy bal oldalról, föntről lefelé, aztán a közepje föntről lefelé, és a jobb oldal föntről lefelé. Tehát így kezeljük végig, és így csináljuk végig a checklistet. Tehát következő, amit látom, hogy jautam fel, az be van kapcsolva. Következő, amit be kell kapcsolnunk, az az egyik szivattyú, hogy az APU-t is tudjuk elindítani, amit hamarosan meg is csinálunk. Tehát látjuk, hogy még 6 perc maradt körülbelül, hogy az ARS GPS megtalálja koordináták szerint, hogy hol is helyezkedik a gép el per pillanatnyilag. Következő, tehát igazából itt semmi. Tehát indítjuk az APU-t, low oil pressure, bevillant, oké, folytatjuk. Tehát no smoking, seatbelts, oda csatolunk mindenkit, Windows heat on, tiltott csöveg bekapcsoljuk, empty ice még nem kell, hidraulika még nem kell, még túl korai, tehát a hidraulikát csak akkor tudjuk állítani, mikor akkor tudjuk bekapcsolni, mikor már a hajtóművek mennek, forognak, mivel attól kapunk csak majd a hidraulikára nyomást. Ugyanúgy, mint a generátorokra, amiket a hajtóműveketől veszünk le, áramot ugyanúgy. APU available, itt van, tessék, kaptunk áramot, látjuk szépen, hogy a mutató visszaugrott, oké. Okay. Igazából most le is lehet kapcsolni a Grand Power Unit-et, Ground Service, Grand Power Unit off. Oké. Okay. Tökéletes. APU fut, minden tökéletes, minden jó. Nyilván ezek valami stilizáltak, hogy a szín, a színe... Következő, amit még gyorsan elhangol. Srácok, milyen pályáról indultak? 30-as. Te 30-asos soma mész? Persze. Nézzél, megtartvárja. Szerint? 360-ról szélcsön. Igen. És ez közeled nekünk. A 12-es azért közelem van. Jó, akkor ennyik. Köszönöm szépen, Soma. Nagyon rendes. Ja, jó, oké. Okay. Tehát az a baj, hogy az Avitab... Néha azt mondja, hogy nem akar működni, mikor Cold and Darkban. Tehát igazából ez előfordul csak a... az X-egnél, tehát a 737-esnél, sajnos, most bekapcsoljuk őt, tehát megpróbáljuk kikapcsolni, és újra bekapcsolni, switch account az már megvan, nem, igen, nem jeleníti meg sajnos. Érdekes. Na jó, hagyjuk. Tehát igazából így is látni, hogy... És egyébként ez a honkoplitos megbeszélések, azok úgy elmaradtak, vagy mit történik? Igazából Zozó nem maradtak el, csak úgy beszéltük meg, hogy ti majd jelentkeztek, mikor időtök lesz, mert a múltkor nem sokan jöttünk össze, tehát igazából csak 2-3 ember volt. És úgy beszéltük meg, majd jelentkeztek, és akkor majd csináljuk, mikor nektek is jó. Tehát majd mindenki írjon majd a text channelbe egy ötletet, hogy mikor lenne neki a legjobb. Mondjuk a legjobb persze hétvégén, ugyanúgy mondjuk vasárnap vagy szombaton, bocsánat, vasárnap vagy szombaton is lehet róla szó, és akkor megbeszéljük. Oké, akkor majd figyelek itt erősen. Hát te is nyugodtan hozzászólhatsz. Na. Hát itt csak ilyen lelkes amatőrként gondoltam, hogy fülelek itt a többiek. De. Tehát.
nézzük, hogy mi is van nálunk. Tehát Arlon, az az első kilépő pontunk, az Arlon lesz. Tehát az ezelőtt megnéztem a Synthbriefbe, és a Synthbrief az Arlont ajánlotta föl. Pontosabban... Igen, Arlon, és Arlon to Delta. Hát jó, azt jó. Is válasszuk ki, és azt is látjuk, hogy ugyanúgy itt van az, hogy Arlon to Delta. Tehát ez az Arlon to Delta eljárás. Megcsinálta, nekem is kellett egy óra, de megcsinálta. Oké, megvan, Arlon to Delta. Good. Oké. Flex. Departure megvan, 12-es pálya, Arlon to Delta, Activate, megvan. A következő waypoint a Dimlo. Igazából megcsinálta a hatambón úgy, hogy automatikusan berakom, tehát már a kész flying fel, de nincsen sok. Waypoint ezért beviszem kézzel az egészet, tehát Dimlo, és a következő az a Vajdi. Tehát az már Magyarország. Vajdi. Vajdi. Oké. Okay. Benne van a Vajdi is. Menü. Index. Performance. Tehát... 0-4 weight. Reserve. 1 tonna körülbelül pluszba vettünk. Cruise altitude 310. Tehát 3 tízre fogunk felmászni. Laci, tártya megjött? Okay. Nem, semmivel nem tudlak idegesíteni sem, hogy képzeld el. A tesztelésnél a vízhűtést a felszállásra. Csepeget, úgyhogy újra kell 121 a vír van, 124 a vír túl, és a 133 az a vír a fej. Tehát igazából akivel mi van, felszállunk, nem tudom szét sajnos, de tovább nem megy sajnos. Tehát... Te 727-essel jössz, mert itt látok két ilyen... Nem, Zoli, 737-300 klasszik. 727-essel mentem a múltkor. Lehet, itt csak... hogy az lett az MTL-ben, mert én azt látom, de lehet nem a tiéd, nem tudom. De lehet, hogy a Somát látod, az is három hajtóműves. Nem, az... mert kettő van, majd érkezik. Akkor nem tudom. Soma állj, tőlem balra van, te gondolom tőlem jobbra kell. Én igen, én a 4-es vagy az 5-ös hálva helyen vagyok. Hát igen. Én a 7-esen vagyok, de akkor neked a 727-es lehet, hogy úgy, be, de mindegy. Nem lehet, van. Hogy úgy jelenít meg, de nem baj. Tehát látjuk, hogy hát, 123-as Ljubljana és 86-os Eddington tovább folytatjuk. 4900 és Arlonra követ. Tehát Arlon felé fogunk menni. Ilyet sem szabad mondani egyébként. Nem szabad semmit mondani, Sama, csak és jót szabad mondani. És nem szabad mondani például azt se, hogy... hát sötétet lehet mondani, de... mit lehet mondani? Miről beszélsz te, Zoli? Nem tudod, volt ez a cirkusz ezzel a román bíróval, meg ez egy egész nagy cucc, hogy most már senki sem meri azt mondani, hogy fekete, mert hát... Fekete a Boeing, hát itt van a Boeing. Nem, hát arra utal szerintem, Na, itt, két mondat. Tehát van. Látjuk törvéletesen a screenen is, hogy aha. Hol áll. Nem, volt egy sajnos egy nem működik, nem tudom miért az evét a tablet, tehát az Avita, majd mindjárt megpróbáljuk újra bútolni. Románul mondta, mi nem sértőd, csak ezek ugye mást értettek. Hagyjuk ezt itt, így ahogy van. Akkor folytatjuk a tovább. Folytatjuk tovább a gépindítását. Jó. Igazából most készen állunk. Tehát altitude initial az. Na, hát akkor igazából nézzük a squawkot. Irányító nincsen, ugye? Nincsen. Én kérdeztem, nincsen? Vagy ez nincs, kérdés nincs, volt. Nincsen, oké. Okay. 3-10 volt a megadott utazó magasság, mivel nem lesz irányító. Elvileg akkor indulunk 190 a magasság, de a sebesség, bocsánat. Ja, igen. Igen. Oké.
amit abból bezárjuk, és folytathatjuk a további felkészülést. Tehát nagyon fontos beállítani meg később elfelejtjük a 3.10-es. 3.10 magas. 42.01, oké. Kapjuk a szkvókokat a Somától. Csabi 42.02. Be is írjuk egyszerre. Mityu 42.03. 42.03. 42.03. Megkaptuk a szkvókot. Bence 42.05. Pályára, amikor fel... Itt, tehát felállunk a pályára, Zozo, akkor természetesen Mocsárnit kell ezt majd bekapcsolni. Pedig 42.07. Jó! Ez is megvan. De csak nem látom. Halljuk, pillanat, hogy a 42 már 1-0. Tökéletes. Mi nem 42.08? Hát azt akartam adni. Tehát igazából balra kell ezt nekünk menni. Balra kell ezt nekünk menni, ide. Jó köd van. És akkor 12-es pálya felé, természetesen visszatolatni nekünk ebbe az irányba kell ezt. Tehát hívhatjuk lassan a better pushbacket. Start around the cockpit, please show me where you want to go. Ez érdekes. Sem mutatta meg. Szóval better pushback. Ground cockpit, tow is driving up. Hoppa. Better pushback. Stop pushback. 12-es. Igen. Valamiért nem akar normálisan működni sajnos a plugin. Ground cockpit. Plan acknowledged. Call me through the menu when you are ready. We are ready now. Gyere. Ground cockpit. Tow is driving up. Valamit nem akar működni normálisan a pushback sajnos. Jó, mi folytatjuk a további munkát. Fogjuk előkészülétével. De, következő. Tehát újra fentről balról lefelé. Tehát fuel pumps on. Most pumping on. Oké, ez megvan. Ez is megvan, seatbelts on. Oké. Windows hit on. Ez is megvan, ez is megvan. Okay, all doors and hatches are closed. Ready to connect. Nem értem, hogy valami bug. Nincsen sehol a pushback. Nem értem. Better pushback. Hol lágy te better pushback? Reméljük, hogy a pushback miatt nem fog kifagyni a viszfej. Nagyon reméljük. Hát nem tetszik nekem ez. Lehet az lesz, hogy újra kell ezt indítani az egész X-ből. Nem baj. Hát nálam, srácok, az X-Plane a better pushback miatt azt mondta, hogy nem hajlandó better pushback-kel működni, együttműködni. Ja, de! Jó, szakirat. Itt vagytok? Itt vagyunk. Oké. Oké, tökéletes. Better pushback. Nem látom őt sehol egyelőre. Na mindegy. Better pushback nélkül is kitolhatjuk magunkat. Még szerencsére van nekünk egy olyan
saját pushbackünk. Nose to the left. És van nekünk egy saját pushback elő. Reméljük, hogy ő azért kitolhat minket. Ki is tolhatott minket. Felkérlek. Tolatok vissza, srácok. És ilyenkor már indíthatjuk a hajtóműveket is. Tehát APU bleed on, fuck off, minden off, hajtómű indítás előtt off. Tehát a light positionba a pressurization-t, és akkor indíthatjuk a hajtóműveket, bal hajtómű indítása. A hajtómű felpörök mint mindig 20%-ra, azután cut off idle positionba. Tamás végül elindult az altitud? Nem. Igen. Parking brake. Hát ez se nem balra tolt ki, de mindegy, innen már kifordulunk mi. Egyen se kevesebb. Esik az eső egy picit. Akkor ez a frissítésnek a hatása lehet, mert én is mindenkinek látok kereket. Akkor javaslom, hogy gurújunk Budapestinbe is, repüljünk, gurújunk. Hát ezek igen. Megvárjuk a 20%-ra feltörgő. És... tök olyan, mintha nem kéne neki a Teamspeak, felkapcsoljuk a kátot, hanem az ATC ablakba, gombbal kiválasztod a csatornát, okay. Amire rá kell a gyógyjál, és megjelentetek, hogy melyik gombbal kiválasztod, és hát jó, tudjas vagy az egész pályán. Ha már most följött egy ablak, és akkor be kellett állítani, második hajtó, mikrofon, meg a elindult. Pusztítsz a gomb, és akkor onnantól kezdve... Tökéletes. Position, part of, tactical vision light on, taxi light, mivel gurulni fog. Átkapcsoljuk a generátorokat a hajtóművektől. APU off, már nem kell. Levegő az APU-tól nem kell. Pax. Auto. Position auto, flight. Akkor indulással hogyan? Megvan. Soma, én visszatolottam, én igazából készen vagyok. Én készen állok, igen. Tamás, te hogy vagy? Köszönöm szépen, jó. Fényes vagyok. Na akkor lehet, ki van közelebb a pályához? Soma, ti vagytok. Én nem tudom, valaki itt a Boeing-gel, aki megy, az az én irányomba állt, ha bár az fals, mert nem abba az irányba kell gurulni, hanem a fordított irányba, tehát balra. Hogy kitolattok balra. Tamás a 36-os álló. UNH, UNH, milyenok? UNH, srácok? 10-25. 10-25, köszi. 10-25. 10-25. 36-os taxikon. Ez egy ilyen 45 fokos közérben van itt. És 9-es alatt. Fly director on. Te már tolod, Soma? Vagy még nem? Nem tolatok, mert menjél el te. Akkor jó, én megyek mögötted, és akkor már is tolodhatsz, jó? Nem, mert én csak úgy tudok tolatni, ha a Tamás elmegy. Tehát menjél te, menjen a Peti, menjen a Tamás, utána menjek. Elindulunk akkor lassan. Oké, vettem. Okay.
sosem nem tudom lehetek meg ilyen kicsit rosszul hovatott minket hia pushbacker, de a better pushback nem volt hajlandó elindulni. Lehet, hogy a vulkán miatt, nem tudom pontosan, igazából kellene neki. Nem ismerem még ezt a felépítést, mert egészen felfestkéleteztem. Itt polírom be a különést, valaki súlyom, mert nekem köszönöm. Fisz vonalán tekert le, hogyha... Oké. Robbantot keresgélem. Robotpilótának az MCB mellett. Folytatjuk a gurulásunkat. A kolléga, a kedves kolléga bal oldalt áll tőlünk. Itt hagyunk helyt magunk helyet. Ja, most már a hidraulika működik, a flaps 20-as, bocsánat, 5-ös pozícióba kell beállítani. Flaps 5. Felszállás pozícióban. Igen. Hamarosan odaérünk a tehát az a taxiway az, ami visz a pálya felé. Soma, én már átmentem, úgyhogy ti jöhettek lassan akkor. Jó, látom. Az FS9-ben hiába volt Bécsi, és akkor kell térnünk a pályára. A belső. Nem is a pályára, hanem a gurulóra. Rossz irányba mentünk. Elnéztem. A stream is megy, és muszáj több dologra odafigyelni. Picit átmegyünk a füven. Gondolom nem fognak ránk. Hát nálam ott haragul. Nincs gurulóta volt, aki mentek, de akkor mindegy. Mehetsz. Reméljük, hogy senki nem fog ránk haragudni. Az a baj, hogy nem szívesen megy itt a gép át ezen a füven. De már mindjárt itt vagyunk. Megyünk a guruló úton, a pályán irányába. Kész, jó irányba vagyok. Akkor viszont megyek ki a Csabi mögé. Én akkor pushbe kelek a Soma mögé. Csak csinál. Csak csinál, gyere, gyere, Zozo. Én megválok egy picit itt a felszállónál, tehát a holding pointnál. Gondolatomat találtad ki. Köszönöm. Ismerlek máshova. Elég sok kerozint vettünk, úgyhogy nincsen gond. Avval, hogy picit várakozunk. Sátorom. Igen, a többiek már mennek, ők ilyen ügyesen. A hetesen ki van, srácok? Azt hiszem, hogy én. Gurulhatok a 8-asról? Ne, gurulok meg egy pont. Azt látom. Nekem lett mellett közben egy 3,5 éves másodpilót, nem bocsánat. Nem baj, az jó. Nem lehet elég korán kezdeni. Így van, hadd tanulja.
Behozzuk a kéziféket. Megvan. Kész. És várok most egy picit, ameddig a többiek is felsorakoznak, és akkor jönnek utána. Tökéletes. Jön még egy gép. Ki a második, ki a harmadik utána? Ki áll mögöttem? Én vagyok, Moksen Peti. Oké, Peti. És Peti mögött ki jön? Tamás. Tamás indul. Tamás, oké. Na most elindul az Ozó, aztán a Bence, aztán tolok ki én, meg a Csabi, meg a Zoli. Oké, megnézzük röviden még a flight plan. Látjuk ugyanazt, amit az előbb átbeszéltünk, hogy Adlonra kell nekünk kimenni. Nem tudom sajnos, hogy miért nem megy az a nyavajás avitab. Nagyon érdekes. Nagyon érdekes. És így. És akkor a Csabi is haladni. Nem tudom miért, mert nem működik. Nem fogom vele kísérletezni. Attól félek. Már egyszer szerencsém volt, hogy nem vagyott ki az X-Pain. Ilyen... Aki nem indított, akarsz, az indítson. Nálam valamiért nem indult el. FS új PC probléma? Nem, tehát maga a program nem indult el. Pont ott a decimal late, mindent újra lecsekkelünk. 42.03 az volt, azt mindjárt pályán Charlie pozícióba beállítjuk. Tehát föntről újra átnézzük az egészet. Now pozíció, ilyen. Jaubtemper on, itt minden rendben, tehát mind a négy szivattyú helyén van. Standby, oké, okay. Minden rendben van, minden rendben van, APU off, következő seatbelts on, no smoking on, tehát generátorok bekapcsolva, Windows Heat nyitott csövek bekapcsolva, mode flight on, hermetizáció bekapcsolva, tehát facts auto, tehát igazából felszállás körül le kell, hogy kapcsoljon. Lehet manuálisan lekapcsolni, de automatikusan kéne neki, hogy lekapcsoljanak, mikor tolgát nyomunk neki. Remélhetőleg, hogy minden. Mintha nálad sem megy, akarsz? Még nem, de már mindjárt hamarosan. Már intézkedünk róla. Nálam egyenesen nincs is még letöltve az új gépre, elnézést kérek, én még nem vagyok fölkészülve, ez nekem csak most teszt próba. Jó. Igor, Laci, te merre vagy? Azt is beindítottuk. Egy gép, olyan köd van, srácok, hogy már az utolsó gépeket nem is látom. Már innen, majdnem szinte. Indítsál, akarszt! Én már indítottam soha. Úgy értem, már így vizuálisan alig látok videket. Nálam köd van és esik az eső. Oké, most már vagyunk sokan itt. Mehetek akkor fel? Adj még egy picit.
Okay. Csabinak is egy akarsz kell. Akarsz a Csabi? FSUI PC miatt nekem nem indult el, azt mondja, meg kell javítanom. Jó. Tehát felszállás után a féktéket érti jó, rejected takeoff, tehát igazából, hogyha a gép eléri a V1-t, akkor még le lehet fékezni, hogyha baj van. Tehát, hogyha visszaveszük a gázkart, akkor automatikusan kezd fékezni a gép. Úgyhogy minden be van állítva, annyit kell tenni, hogy elkülni. Most már csak várjuk a kollégákat, és indulhatunk is a mai, nem? Igen, ez minden rendben. Oké, ez is megvan. És megvan, minden megvan. 4,2 a trim. Jó lesz Soma bácsi, mert igen, 4. Lobog a hajam. Jó lesz. Ah, 1 perc. 1 perc. 1 perc már nekem is még. Ki kell tölteni a vodkát, meginni, személyzetet. Na tessék. Megitatni. Soma, te mi iszol, vagy mi van veled? Már nézzük az utasteret. Nem annyira szép, mint szeretném. Hát de mindegy, van. Több képen. Mondjuk az ugyanabban az FS 20-as-20-asban még nincs is utastér sehol. Csak maga a törzs, meg a törzs, tehát semmi más. Na, látjuk, hogy felsorítkoztánunk a csapat. Most már csak Somára várunk és indulunk is. Visszamegyünk a... Na, akkor gurul. Akkor állok fel a pályára. Az akarszos telepítési mappádat becsomagolva, nem tudnál okay. Látni neked, hogy honnan tudom ezt leszedni, egy linket. Szerintem megvan a hiba. Felállunk a pályára. Bekapcsoljuk a transpondert. Nem tudna nekem küldeni egy akarcos letöltő linket? Vagy de mindjárt Bence elküldöm. Mindjárt Bence elküldöm nekem. Oké. Megállunk itt. Zozó, tiszta a pálya. Már megyek, guruló. Bence nem fog menni, mert éppen a Mátét küzdöm, jó? Kétszázhetesű ki? Megyek. Voksán Peti. Föltettem az akarszat, ott van a szöveges csatornán. Köszönöm.
Nos. Lehetek akkor indulhatva? Mityu mögé, de álljak, mert még nem szálltál fel. Én indulok akkor most már soma, jó? Oké. Okay. Állok a pályán. Jól van. Oké, 40%. Go. Megállok, már lepörkölöd a hajamat. Levegőben. Levegőben. Passing 4000 Sky Global 3-2-0. Hibra üzenetet írt. Passing 6000. Az évente egy világon semmit. Úgy csinálni, a töltőre eljelentsék a 100%-ot, és csak kulcs. De... Chill up, Peter, nem indultál? De, az is. Felhősödik. Ez nem baj. Telepítést. Mindegyikre ezt átudél. Akkor kapcsolt ki ezt a CL Updater ablakot. Igen. A jobb felső sarokba az XL, és aztán akkor lefut a telepítő végig. Zozo, én most ma valahogy brutálisan jól hallak. Múltkor nem hallottalak, muszáj voltam felhúzni, de most már muszáj vagyok visszahúzni a hangerőből, mert rohadt jól hallak. Mit változtattál? Vettem egy high-end fülest. Aha. Milyen márka? Igen, milyen? Made in China, biztos belekerült egy 8000-be. 10000-et elértük. Landing wise, hop. Minden jó ebbe a gépbe, egyben ne a igazából, hogy nagyon nehéz megfogni az egérrel a dolgokat. Tehát a kapcsolókat, stb. Rohadt nehéz megfogni. Nem tudom. A kínai járvász a végkijárosítás. Valami baromi nagy halálfelek vannak rajta oldalt. Akkor az biztos gépe. Tökéletes. Fordulunk. Most érjük el azt a pontot, és a D01F-et, és a Arlonra, Arlon felé fordulunk. Visszahúzom egy kicsit a gépnek a hangerejét, hogy tudjunk beszélni.
Soma, te már felszálltál, vagy még mindig indítod a hajtóművet? Ne, hát én itt harmadik vagyok a sorban. Hát, hogy mertem ilyet kérdezni, bocsánat. Nem tudjuk melyik sorban, meg melyik listán, de harmadik. Így van. De már olvad a gépe az EPU úton, közelben. Bálint Kokuszonők, sziasztok, szevasz Bálint. Azt már le kell szedni. Hát ott egymáson van ott három gép, Soma a szendvicsbe. Megy a madarunk szépen. Felfelé, átütöttük a felhőket. És folytatjuk tovább a repülésünket. Most már a felhők fölött. Mennyire jó idő van itt azért. Mennyire szar volt ott lent, és mennyire jó idő. Már hamarosan egy az Erlon pontot metszük. 8, 7, igen, 8 mérföld van ott hátra. Tehát egy, ami nagyon-nagyon-nagyon sajnos, tehát egy, amit nagyon sajnálok, az FS20-20-ban nincs egy ilyen jó gép, mint ezek. Annyira kidolgozott gép, hogy annyira jó legyen, annyira kidolgozott legyen, annyira minden realisztik. Külön nem is jelenik meg. Sajnos ott még azért. Tehát külön van. Odébb van ez az egész. De, te, max 1-2 stream belül, tehát gondolom egy-két héten belül tutira FS-en fogunk repülni, FS szimulátor alatt. Írjatok majd kommentet, aki szeretne látni következő vagy a következőre rá streamet FS20-20-asban. Természetesen ott csak igazából egyetlen egy gépet tudok nyújtani, ami elég normálisan van megcsinálva, és már repülhető, és az is egy csapatnak köszönhetően, akik hozzáfogtak, és megcsinálták, vagyis ugyanúgy, mint mondjuk a Zibó csapatja fejleszti a 737-800-as, ugyanúgy ők is fejlesztik a 320-ast a FS20-as-20-assal. Hogyha nem az a gép, és nem annyira fejlesztve van, mint kéne, mint ők csinálták meg, akkor szerintem repülhetetlen. Tehát igen, kis gépek, stb. Jó, szuper, nagyon szép és nagyon jó, de kis gépek gyorsan megunnak, az embereknek megunják. Tehát aki profi repül, úgy értve szereti a profi dolgokat, egy ilyen szimpatikus mondjuk gépet, mint ezt, vagy valami másat, ugyanazt az Airbus 320-ast, vagy a Jet Design-t, annak sajnos még egyelőre nincs mit keresnie a új szimulátorban, mivel az túl csalódott lesz, sajnos. De, hogy mondjam, már lehet vele elég jól repülni, és majd látjátok legközelebb. Majd írjatok légy szíves a kommentben, akinek majd tetszik, aki szeretne látni, aki szeretne. Aha, mindig visszadobja a Connectus szimulátor. Figyelj, XUPC fönt van. Akkor hajrá, írjatok kommentet, és megcsináljuk. Tehát az, ami megteremti a kapcsolatot, mert a XUEPC mint kell a következő után is Altitudehoz is, igaz? Bocsánat, hogy mondod, Soma? Az XUEPC kell az Altitudehoz is. Nem tudom pontosan, hogy mind kapcsolat, de gondolom, hogy igen. Akkor csak azt kéne csinálni, hogy az XUEPC nevű programot leszedni. Na basz ki nekem megállt hely, tekertem egyet, megállt, hát ezt meg... Mivel repülsz, Zoli? Nem mondjad, hogy preparra. Mivel... Hát én nem tudom, mi van ma, én nem használtam el így jó egy és fél hónapja, és megint össze... De mit használsz most? Prepa? Nem, a prepar, de baj, nem volt soha, de nem. Hát az már maga, a prepar az már egy nagy baj.
Háj! Te milyen vagy, mit jó foszt. Én már csak hiá vagyok. Én no, X-Plane szektás vagyok. Akinek nem tetszik, jó, ne szeresen. Jó, barát, hol meg te? Szeretem az Zephyr. Igen? Mondjad, bocs, hogy közben szól. Csak annyi a kérdés, hogy mit kell megkeressek a neten, mit kell töltsek? XUIPC. Hát küldjetek neki egy linket. Rendben, rá. Köszönöm. Jó, küldenek, csak én most fordulok. Csoma, nem érdekel, küldje. De mindjárt azt is belakok nektek. Melyiket? 20590 az jó. Hát Isten tudja melyik jó. Mindegyik jó igazából. Bármelyik, ami működőkép, persze, hát az... Én is régi verzióra tértem át, igazából nekem nem akart semmi pénzért a X-ek, tehát a 737-300-os klasszik, semmi pénzért nem akart az új FS UIPC-vel működni. Az semmi gázkarod volt meghalva, nem? Igen, a gázkar az egyszerűen nem működött, és kész. És akkor egy hétbe tellett. Igen, és én visszatettem a régi verziót, tehát és működik tökéletesen. Tehát úgy látszik, arra a verzióra volt rá megírva. Tehát igazából az X-eknek most jött ki a hetekben egy új verzió, 33-as verzió. Ez már Vulkan alatt is működik, és lehet, hogy megcsinálták, de én ma nem teszteltem. Én csak úgy indultam, én ma letöltöttem, és már indultam is vele ma. A Wide nem kell, Gábor. Csak az X-UIPC. Tehát elértük az utazó bedobod a 31. Ezzel pluginba, aztán megy. Egyet, amit elfelejtettem, az természetesen a... De most majd olyan elképzelhető, hogy... Nyomás 10-13-ra standard légnyomásba beállítani. A szimulátornak az IP-jét, illetve a gép IP-jét kéri. És az nem a 127.001, hanem a valódi IP-je a gépnek. És ezt miért tényképpen? Csak az egész mappát kérelő, és teszem a könyvtárba, ahol a szimulátor van, oda a plugins mappát. A plugins-ba berakom. Resource plugins-ba. Ott van egy ini file, abba kell eszem beállítani a IP címet. Igen, igen, igen. Akkor Ali. Nancy Mondragon. Hey. Welcome to my stream. Resource. Plugin. És B101. És ekkor elvileg ennyi? Igen. Akkor nézem a szimmát. Okay, Nancy Mondragon, I'm sorry. Hi, Runa. Látod, azt újra kell indítani, vagy beolvassa a plugint valamivel? Újraindítja csak úgy, ez jó. Na, nekem az összes navigációs VOR műszerem elment, tehát most ilyen vizuális adat. Újra mindig kinyisztál jelentkezni utána. Jó. Nos. Chatbe írogatnak nekem, úgyhogy muszáj voltam felelni. Jó, kedves barátaim. Gondolom itt az ideje megnézni körülbelül, hogy mivel még egy 90 mérföldünk van hátra a Vajdi ponthoz. Ma egy elég rövid útunk van, azt tudnunk kell.
Ezt választották a kollégák, de nem baj. Nézzünk egy Metár Budapesten. Metár LHBP azt mondja, hogy variable one knot. Tehát a preferált pálya akkor 31 right, és a Vajdi eljárás lesz nekünk. Tehát 31 right lesz a preferált pálya, gondolom én, departure, arrival. Tehát ILS 31 right. Vajdi. Vajdi. Van hotel. Vajdi van hotel. YD1 Hotel, Attica után, így, pontosan. Pontosan. Soma, még itt vagy? Itt vagyok. Na, mert olyan csendben vagy, hogy szinte nem is... Én lélegzett visszafolytva hallgatom a többieket. Ja, igen, azért, mert nem mondanak semmi. Na. Mint látjuk, az Attikónál 4000-en kell, hogy legyünk, tehát ezt a térkép is mondaná. Oké, behívom akkor az Avitabot úgy külön. Sajnos így nem működik, nem tudom mi az oka. És nézem a... I don't know, nem tudom. Közvetítés természetesen. Köszönöm szépen. Hát nem is mertem volna nem nézni. Helyes. Tehát nézzük a Vajdi van Tango, nem az? Nem az. Nem a van Tango-t akartam megnézni. Vajdi van Hóta. Mivel 31 jobb pályára fog megközelíteni. Tehát Vajdi, Joseph, és jövünk ide le. És akkor a Bravo Papa 84, és Attico. 84, Attico, Joseph Vajdi, Attico. Tökéletes. Tehát ez a megközelítés szerint fogjuk megközelíteni a budapesti repterünket. Reméljük, hogy a pályirány nem fog változni, és akkor ugyanúgy tudunk szépen leszállni az adott, beadott eljárás szerint, amit most már beadtam. 737-esnek. Na majd látjuk. Most ezt bezárjuk. És mivel most Wienerval repülünk, nyugodtan beadhatjuk neki azt, hogy mondjuk a következő, hát nem is a következő, hanem mondjuk nem tudjuk, hogy van, hát mindjárt várjál, megnézzük azért, hogy van-e irányítás. Igen, van irányítás Budapesten, van approach. Approachunk. Van approachunk Budapesten. Úgyhogy azért lesz irányításunk azért. Jó. Akkor igazából nem fogunk beadni egyelőre semmit. Jó, a süllyedést azért mindenképpen kell süllyedni. Akkor azt mondja, hogy a Vajdi ponton azt számolta ki nekünk körülbelül a gép, hogy 220 kell, az FMC-t 220 kell, hogy legyünk. Akkor be is állítjuk neki azt a 220-ast, 220, flyer 220, és akkor automatikusan kezdi mondjuk ezután a TD, tehát az semmi más nem jelent, hanem top of descent, tehát mikor a süllyedésnek el kell ennek kezdeni, tehát el kell kezdeni a süllyedést ettől a ponttól. Tehát ezekben az esetekben a Boeing nagyon jól megmutatja, hogy mit kell
csinálnunk, és mikor kell csinálnunk. Az Airbus nem mindig kapjuk meg ezeket az infókat, ott már egyedül kell tudni szállni. Pesten melyik is az aktív most? 30. A cél szerint 13-asra kéne lenni. 31-es van kiírva. Hát variable one knots, úgyhogy az 31 állítóval. 100-ról 4. 104? Jó, hát ez szerint 31, úgyhogy ennyi. És frissített, ismert, akkor volt most megpróbálni. És mit mond? 31-est mond a... 31-est mond. Hát akkor... Aztán nem tudom, hogy 5 csomóval nem növekszik meg a 31-es, akkor talán nem 13-asra váltanak, főleg este. Nem hiszem. Hát igazából nem hiszem. Biztos. Egyébként minden metár 100/4-es. Az Apple csak az Atiszában is az van. Ja. Hát azt mondom én is, hogy az Apple-nak ugyanúgy 31 jobban a preferált eddig. Tehát nem lehet, hogy nem fog változni nagyon. De mi nem oda akarunk leszállni. Ha nem? Hát 13-asra. Ja, te a 13-osra akarsz menni soha. Igen, ma a gyerekeknek is megígértem. Milyen gyerekeknek? Ez egy vicc, majd elmondom, most a közvetítés alatt nem lehet. Ja, oké. Ez tetszik. Kisiporod sima. Kisiporod azokat a szem. Ja. Szék. Felvőkkel lehet, hogy már Magyarország fölött egy picit elszakadozik a felvőzet, reméljük, majd már. Skalcok, úgyis pusztutóban voltam az elmúlt 4 órára. Hát nem hallottak azt a szavadat. Hát, hogy az enyémet az egy dolog, de a másod voltam. Őt se. Rendben, köszönöm. Somon bácsi, csak hogy szinten tartsalak, gyorsabban működnek a felhők. Tehát magyarul felhőváltás? Igen. Az eső is gyorsabban esik? Ezt még nem próbáltam. Nézd csak meg! Mert ha esetleg a G nem 9,81, hanem 18,9, akkor téged fölterjesztünk Nobel-díjra. Figyeljetek oda a fóniára az Apple-nál. Mert miért? Mert miért? Mi különös van? Hát ilyen állpilóta, meg ilyesmiről beszélgetnek, hogy az egyikben dolgozik a Hungaro Control-nál, meg néha-néha, meg tudom én ilyesmit, hogy belehallgattam, van ott két srácban is beszélgetnek. A fónia, az izén beszélnek, a Freki? A Frekin, igen, ott hát hallott. Akkor nagyon jó. Hát, ja, igen. A János egyébként nagyon jó fejő dolgozik a Hungaro Control-ban, igen, ő írja a időjárási telexeket. Aha, ó, nem gondoltam, hogy rossz, csak pont ilyesmi téma van. Abban gondoltam, hogy az egyikőjük legalább kicsit olyan járatosabb, hogy akkor már legyünk.
Legyünk készek a profi. Hát mi csak profin repülünk, Zozo. Én másképp nem tudom. Én akkor sármeléken leszállom. Hagyjad, nem igen, kell. Igen, én is arra gondoltam, hogy kitérőre megyek itt a köd miatt. Nem kell, minden rendben van, srácok. Somar majd beszél helyettünk. Na, tessék. Így van, azt úgy is tud. Kezdve az, hogy rendben rakja, hogy a 13-asra akarunk beszélni. Oké, látjuk, most kezdődött el a sűrlés a Vajdi ponthoz. Mivel Vinaukba vagyunk. Mennyi a freki hajzének? Approach-na. Akkor 122, automatikusan kezdi el a sűrlést. Az időjárás jó. Igazából ezzel rédet ki is lehet kapcsolni. Vannak felhők, de nem látom, hogy igazából, hogy lenne valami gond, de gond vele. Őszintén mondva. Most mindjárt elérjük a lesüljödünk egy picit, és akkor elérjük a Vajdi pontot, azután gondolom már hamarosan az approach felveszi velünk a kapcsolatot, előbb vagy utóbb. Még nem indultál el? Mi történt? Mi történt? Most látok egy 230-at. Az én vagyok. Most már látjuk, hogy a gép elkezdte a sűrlését. Mátyatka! Szervusz, szervusz! Köszi! Kicsit téged hívnak. Engem hívnak? Oké, okay, akkor megyünk. Csak nem jelezte felém, de már megyek. Budapest approach, very good evening. This is Sky Global 320 inbound Vajdi descending to flight level 220 with you. Sky Global 320, radar contact. This is flight level 1150 and follow Vajdi 1 hotel arrival for runway 3 Maran. Vajdi 1 hotel arrival descending to flight level 120 Sky Global 320 runway 13 right. Global 320, happy runway 3-1 right, and flight level 150. 150, 3-1 right, Sky Global 320. Hibát követtünk el, mert 1-3 right-ot mondtam, de nagyon könnyű összekeverni, 1-3 right, 3-1 right, természetesen az embernek, mikor már felpörög a nyelve, akkor hibát is tud csinálni, de nem baj. 3-1 right, tudjuk. A Trima Right, arra is készültünk, és azt is folytatjuk azt az eljárást, amit adott nekünk az irányító, és arra is számítottunk igazából, tehát nincsen semmi gond egyáltalán. Úgy
meg lett az infomot kerestem. Nos, megállent nekünk a pály egy picit. Folytatjuk a kosüllyedést. Van 5-0. Kettővel, nagyon elég lesz nekünk. Full ILS aperture. Dudley, Terex, Best, Touch and Go, Front Retrieval, Left, Hotel Alpha Papa. Hotel Alpha Papa, Zero, 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 Confirm left heading 040, Skagdubat 320. Affirm. Left heading 040 for Skagdubat 320. Skagdubat 225, descend 10,000 feet, unit 1028. Descending 10,000 feet, the climb is... Sorry, sir. Unit 1028. 1028, Skyrobot 25, descending 110 and flight level 110 and turn right heading 0 110-re, és 220-ra visszaveszünk a sebességünket. Időt kért a kedves irányító. Úr! Igen, már vektora. Skyrobot 225, 6,000 feet altitude. Descending 8,000 feet, 1028, and we were trying to reduce our speed. Skyrobot 797, flight level 16, inbound, voidy. Skyrobot 797, 5 feet, flight level 110, and proceed direct, Atico, 3 feet, 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 3 feet,
8 a kurzus. Direct optical wire. Skyglobal 320, turn right, wind 130. Right heading 130, Skyglobal 320. Right heading 130. Direct optical, Skyglobal 797. Skyglobal 797, descend, flight level 110. Descending, flight level 110, Skyglobal 797. Skyglobal 225, descend 4000 feet, altitude via optical clear direct approach, runway 31. Descending 4,000 feet by Atico and clear IELTS approach runway 31 right, flag by 225. It will stop up on turn left heading 130 down me. Left heading 130, what will happen? Skyglobal 207, descend 1300 feet per minute. Repeat, this is broken 207. Skyglobal 207, distance altitude 6000. Jó, visszahozott minket a Prabhupada 844-esre, igazából ott is kellett, hogy menjünk. Kicsit kivektorált, hogy ne zavarjuk egymásnak. Gyorsabban süllyedünk. Körülbelül 2000 feet per minute. Egyenlőre teljesen. Igen, mivel elértük a landing lights on. Elértük a 10-re. Valaki esetleg nézi a webbájt erősítsem, akkor látom engem. Oda, a report van, ready for the report. Jó, jó, de a tapata. 2-1-es. 8000-ig lesülyeztet minket. Várjuk a következő... Köszönöm, igen, Jubianában természetesen. Következő utasításokat, 8000. Passing 8000 Skyglobal 3000. Skyglobal 2-0, Roger, descend 6000. Down to 6000, Skyglobal 3-0. Skyglobal 2-0, descend 4000. 4000 feet, 0000. Kaptunk 6000-i utasítást. Na, 1000, 2000 az túl sok lesz, másfél körülbelül. Jó lesz. Ezer is jól lesz. Nem, másfél. Igazából itt már 3000-en kell nekünk lenni, körülbelül Barau Papa. Bravo, Papa, 6, 869. Most Atikónak megyünk pontosan. És a QNH is 128, ahogy mondta is nekünk. Ködös, vacak idő van, basszus, Pesten. Vacak idő van, Pesten. Sziasztok, Skyglobal 078, descend to 5150, and go from board, Skyglobal 078. Skyglobal 078, sziasztok, radar contact, descend 5150, and proceed direct to Atico, runway 3000. 2020-at mondod, hogy most... Descend 5150, proceed direct to Atico, Skyglobal 078. Skyglobal 797, please test truck under Charlie Mo. Skyglobal 797, a transponder Charlie Mo.
Alpha Papa, ready base and final. Hotel Alpha Papa, Roger to under heading 0-0. 0-0 for base now, out Alpha Papa. Tango 207, turn left heading 0-4 base. Left 0-4-0 to 0-7. Tango 797, distance 6000 feet altitude. Szóval az utolsó sebességet már elég magasan vagyunk, reméljük, hogy súlyász majd minket az irányító. Elég magasan vagyunk. 6000-en, nem nagyon súlyedésre itt, de mindegy. Hát éreztem meg, hogy 6000. Hát az emberek szorgálnak. 7-9-1-0-2-8-4-1-0-2-8-7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 
Egészség. Egészségedre, Soma bátyja. És még akkor nem mondhatom. Hogyha te voltál ott tettes, akkor egészségedre. Én nem tudom, hogy volt egy csomó sör learadás, aztán vettem egy csomót, aztán ez valami szüretnek. König Ludwig Weissbier, nem ittam, azért mondtam, mindenfélét vettem, kíváncsi vagyok. Mindenfélét, most meg kell innod. Ne egyen mindenfélét, azt vegyed, amit szeret. Akkor még ki kell próbálni más ízvilágokat is. Viszont 8500-ot újért. Én nem tudom, nekem stabilan ment, de amúgy tényleg érik nekem is már. Lefelé 3-0 irányát, hogy van lesz, hogy a papa. Miért balpasztodok? Megdobált 2-0-7-től lefelé 3-0 irányát, tehát a korsan még magasan hagyott minket. Left 3-0-7-ben kérdez, left 3-ben engedi be az épeket. 2-0-7. Megdobál 3-2-0, distance 4000 feet, and turn left 7-0 for 0. 4000 left 7-0 for 0, Skydobal 3-2-0. ILS establish Skydobal 2-5, runway 3-1-0, right. Visszavesszük a sebességet. Megdobál 7-9-7, reduce 3-2-4-0. Ezek a bugások nem tudom, de tényleg a normális kép rádiózáskor ilyen bugások előfordulnak. Kregobal 225, Roger Windband 2084, after runway 3-1 right, clear to land. Traffic information, traffic at 7 o'clock, making training, ILS training approach for runway 3-1 left. Clear to land runway 3-1, right wind copy and traffic copy Skydobal 225. Skydobal 320, turn left heading 340, clear ILS approach runway 3-1 right. Left heading 340, clear for the ILS approach runway 3-1 right, Skydobal 320. 340, approach. Pontosan időben megkaptuk az ILS. Pontosan időben kaptuk meg az ILS. 078, reduce speed 230, and this... He's using speed 230, Skagobas, and this one 6000 feet. And descending 6000 feet, Skagobas, and this. Total Alpha Papa, full ILS, request touch and go. Total Alpha Papa, wind 1-2-0-3, left runway 3-1 left, clear for touch and go. Clear for touch and go, runway 3-1 left, after task, heading 2-2-0 is possible. For task. Most kapjuk el az ILS. Petrol Fuel Service is Skagobas 610, at level 120 in band rising. Hotel on board, Kronos 1028, speed 250.
Kazabas 610, service to Trader Contact. Proceed direct Otico, expect runway team arrive, I like to go. Otico, Privar, Kazabas 610, okay. 610, én téged nem is ismerlek meg a frekin, másohon. The Sky Gabat 07, report runway inside, runway 31 right. Hi, ILS. Sky Gabat 07, Roger, wind to 0 positive, 4 knots, continue approach runway 31 right, 102. Continue approach 31 right, is copy to scene number 207. Elég messze vagyunk az ILS-től. Kis kakaót is adhatunk neki. Megadom 7-9-7 via Atipo Transition, per approach runway 31 right. Tartjuk a 4000-et. Runway 31 right via Atipo. Megadom 7-9-7. Megadom 078, distant 4000. Roger, descending 4000, Megadom 078. Most érjük el az ILS-t hamarosan. Igen, most fogjuk a sikló elérni itt pontosan. Itt van a vége, vagyis az eleje pontosan. Landing and runway vacated, vaja jön ki, Skyglobal 225. Sütünk 180-ra, glide-slow-ba, glide-slow, be is villant nekünk a glide-slow. Tehát hogy itt van Skyglobal 2 Say again, please, for Skyglobal 320. Skyglobal 320, wind 120 degrees, 4 knots, continue approach runway 3 right to another 2. Yeah, copy Skyglobal 320, we are number 2. Elég érthetetlen volt, de mégis megértettük. Okay, continue, we are number 2. Lehet, hogy van... Értelme van abban, hogy visszavegyük egy picit a sebességet. Wheel down. Pálya még sehol persze. Pálya sehol. Csak köd, felhő. Kárjuk, mert tudod, hogy nem veketi be ilyen ki. Skyglobal 320, wind 1-0-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 
Skybar 207, text to gate 45, via Alpha and Lima. Via Alpha and Lima to gate 45. Catabar 600, autobreak 1, autobreak 2. 6000, normal 02, Skyball 600. Látjuk sehol a fán. Ott a Alpha Papa turn left heading 1. Nem látom a pályát egyáltalán. Left heading 130, ott a Alpha Papa. Most jelent meg a pálya. Continue. After Attico, continue Attico transition, runway 3-1-8, Sky was the center. Continue approach, runway 31 right, Skylobar 7 and
Jó köd van Pesten. Elhagyjuk a pályát. Egész az Zulón jöttünk ki. Kapcsoljuk a transpondert. Az Alpha Papa Traffic Information, traffic is at your 10 o'clock Boeing 737-800 approaching runway 3R. Kikapcsoljuk a landing light-okat. Runway vacated via Zulu Skyglobal 320. At your 10 o'clock position at 2000 feet. Traffic at 10 o'clock, Roger. Skyglobal 3R. Taxi. Elhagytuk a pályát, most várjuk az utasítást. Skyglobal 320, confirm runway 3R vacated. Runway 3 right, vacated Skyglobal 320 via Zulu. Skyglobal 797, runway 3 right, people entry in 1-2-0. Mondtam neki, hogy vacated, lehet, hogy nem hallotta. Runway 3 right, clear to land, Skyglobal 797. Skyglobal 320, taxi to gate 44 via Lima. 44 via Lima, Skyglobal 320. Go ahead, Skyglobal 320. Most éppen kifelé repültök a délkeleti irányba a PMA-ból, hogy adjak esetleg radarvektort, hogy ki jelesen? Igen, arra vártam, köszönöm. Kárgóba 07. Kárgóba 07, nem felé 360. Nem felé 360, kárgóba 07. Oké, de ugye autikó után engedélyeztem a jelesen kiterítést. A transition igen, és itt valami összekavarodott nálam egyébként, azt kerestem itt. Most az új transition-ot még nem tudták fejteni. Valami válik az formán. Oké, semmi van. Limáról ide nekünk be kell térni. Kezdődve a tüzébe, hogy Skyglobal 2078, Seven Raja, Pixen, Steel Leasing, Approved, Lopian, és neknek kellemes ünnepeket. Unicom, oké, köszönöm szépen az irányításnak, ez is volt az ünnepeket. Szia, üdvözlöm. Skyglobal 078, continue left turn, heading 340, hirdáj lesz approach, runway 3R. Skyglobal 078, continue left Skyglobal 225, Roger, Pixel, Steelizing, Approved, European, Estrax. Köszönjük szépen nektek is. The first approach, we would like to request gate 42, if possible, Skyglobal 320. 4600. Hotel Alpha Papa 7, left heading 040. 050, to the left, Hotel Alpha Papa. Kérjük meg a 42-est újra. Requested gate 42 if possible for Skyglobal 320. Skyglobal 320 gate 42 approved. Approved 320, thank you. Tökéletes. Megállunk a szokásos állóhelyünkre. 42-esre. Ebben az esetben beindítjuk az épjút, már lehetett hamarabb is. Runway 3-1. Akartam megnézni a leszállásokat, de ilyen ködben nem tudom, hogy mit fogok látni. Hát tudom, mit sem. Skyglobal 797,
taxi to Roma 070, Skybus 070. Szép estét, Budapest a Parol, this is Skydoval, 730, setting now level 270. Köszönöm a repülést, további jó. Boldog időt, köszi, jó éjszakát! Szerusztok, jó estét! A Zero Nuts, vagy a Vico 10-10 hírzájára szokott. Nos, megérkeztünk. Ámpák kikapcsolás, operation stroke on, off, bocsánat. Anti-collision, off-links, off. APU generator on. Budapest, a Prost, szép estét, Skyzal 730, descending now level 245. Do you have information, hotelbot? Megnézzük a kollégákat. Proceed direct Atikó, viszont látod a Bamba Bio. Proceed direct Atikó, flight level 1-0. Flight level 1-0. Flight level 1-0, sorry, 7-0. Van itt valaki, itt áll az egyik kollégánk. Pesten. Itt áll a másik kollégán. Itt jön. Atikó, Privarajt, Skyzal 6-0. Sajnos. Jó, akkor megnézzük a leszállást. Full establishment with Rivalet, Skygobaz 07. Skygobaz 07. Lecsatlakozunk akkor a... az Ivo-ról. Köszönjük szépen az irányítást a mai kollégánknak az Ivo-n. János Vincének, aki segítette a mai repülésünket. Egy csodálatos irányítással. Confirm, Skylo vezető szemünk. Lecsatlakozunk. És megnézzük a leszállásunkat. Uraim, azt tudja valaki, hogyha share cockpittal akarunk a hálózaton repülni, akkor azt hogyan kell megcsinálni, vagy hogyan kell bejelentkezni? Még egyszer, ne haragudj! Tehát a share cockpittal akarok a Ivo-n repülni, akkor hogyan kell feljelentkezni a gépekkel?
a Alfét, a Gergőt kérdezt kérlek, mert ő jártas ebben, meg a Bércesi Csaba, ők sokszor repülnek együtt. Oké, köszi szépen. Sajnos a zenével technikai hibánk vannak, tehát elnézést kérek ezért. Reméljük jövő streamen ezek minden orvosolva lesznek. Tehát köszi, hogy velünk tartottak, köszi, hogy megnéztétek, köszi, hogy végig velünk voltatok és élveztétek, reméljük az egész streamet. Akinek tetszett, dobjatok egy lájkot, vagy dobjatok egy kommentet, akinek nem tetszett, akkor az vagy ne tegyen semmit, vagy dobjon egy dislike-ot, mindegy, és iratkozzatok fel a channelemre, és gondolom a jövőben majd ugyanúgy érdekes dolgokat fogtok látni, remélhetőleg, és valami más géppel fogunk jövő héten repülni. Viszont, amint említettem, a stream közepén, hogy aki szeretné, hogy repüljek egyet-kettőt az FS20-as-20-assal, az új szimulátor alatt, az A320-as, mert ott egyetlen egy gép, ami normális, az egyelőre a 320-as Airbus, akkor nyugodtan írjon a kommentbe egyet, és akkor megteszünk mindent, hogy jövő alkalommal abban a szimulátorban repüljünk. Mindenkinek köszönöm még egyszer szépen, legyen szép estétek, vagy szép